A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Mind az első fél időben, mind a második fél időben úgy éreztem, hogy abban az első pár percben jól kezdtük a mérkőzést, különösen a második fél időben tudtuk úgy érzem rendezni a sorainkat. Ennek ellenére mind két fél idő elején megkaptuk a gólt, ami természetesen felhozta a diózsőrieket, bennünket pedig egy kicsit megfogott. Aztán a második fél időben 2-0-as állásnál tudtunk még újítani, és meg is volt a lehetőségünk arra, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. Gondolok itt Ugrai Roland lövésére, vagy éppen Medgyes Zolinak is ott lett volna a lehetősége, hogy a kapuba találjon. Ez mindenképpen jó lett volna számunkra, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Ez nem sikerült, és aztán utána még megkaptuk a harmadik találatot is. Az biztos, hogy egy Elek Ákossal mindenképpen jobb volt a Diósgyőr. Veszélyesen játszottak, és megérdemelten nyertek. Gratulálok a Diósgyőrnek. Köszönöm.